Jelentősen átalakított idegen légiós nélküli játékos kerettel és új vezetőedzővel tartotta megszokásos idénynyitó sajtótájékoztatóját hétfő délután a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A vezetőség az NB1 átcsoportjából való kiesés után arra törekedett, hogy a megtartott játékosok köré fiatal, tehetséges magyar kosarasokkal bővítse és erősítse meg a keretet. A tervek tehát hosszú távra szólnak, Mohácsi Máté a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője ugyanakkor bízik benne, hogy a csapat már az első évben harcban lesz a feljutásért. Nagyon nehéz meg konkrét célokról beszélni, hiszen 7-8 új játékos, új vezetőedző, új szakmai igazgató van, de a létesítmény, a körülmények a csapat között azok stabilak és biztosítottak. Én bízom abban, hogy komoly esélyünk lesz visszajutni már első évben, de emellett egy hosszú távú koncepciót is fogalmaztunk meg a saját értékeink megtartására és azon játékosok felnevelésére, benevelésére a felnőtt csapatba, akik eddig talán egy picivel kevesebb lehetőséget kaptak az első osztályban. Tehát párhuzamos a munka, én nagyon bízom benne, hogy az első évben már sikerül olyan helyen lennünk év közepén, év végén, hogy reális esélye legyen a visszajutásra, de emellett pontosan ugyanolyan fontos a saját értékeinknek a megőrzése is. A csapat augusztus elején kezdte meg a felkészülést a 2023-2024-es idényre az új vezetőedző Horváth Ákos irányításával. A tréner úgy látja, bizakodásra ad okot, hogy kiváló összhang alakult ki a játékosok között. Egységesnek tűnünk nagyon, és annak ellenére, hogy tényleg nehéz ellenfeleket válogattunk itt az elején, tehát nem abból áll, nem egy diadalmenet itt a felkészülés, mert nem is ez volt a cél. Nagyon pozitívak, veszik alapot, jók az edzések, és jók így a felkészülésnek minden pillanata. A kékcápákhoz egy év fóti kitérő után tért vissza Bús Iván. A 30 éves irányító szerint a felkészülés eddigi tapasztalatai alapján a csapat fizikálisan és taktikailag is a legfelkészültebbek között lesz a másodosztályban. Nem volt tervben a visszatérés abban a tekintetben, hogy nem szerettem volna már átcsoportba kosárlabdázni, ezt már említettem korábbi interjúkban, de a sajnálatos tény az, hogy kiestek tavaly a fiúk. Moha megkeresett, én meg mindenképpen szerettem volna visszajönni segíteni a másodosztályban. Alaposan ki is terülődött a csapat, de egy nagyon jó brigád gyűlt össze. Ez eleve már a társaságnak a 90%-át ismertem, vagy közvetlenül csapattársként, vagy ellenfélként, vagy utánpótlás válogatottból voltunk csapattársak, úgyhogy nem volt ismeretlen abszolút, de első héten már látszott, hogy mindenkinek jó mentalitása van, éhesek a sikerre, és nagyon jól elkezdtünk dolgozni, és még nagyon sok munka áll előttünk, de szerintem még van időnk. A felkészülés szerves részét képezi a mostani hétvége is. Pénteken és szombaton rendezik meg a Sitku Ernő emléktornát a Continental Arénában. Pénteken 4 órától a Deac és a Kecskemét mérkőzik meg egymással, majd a megnyitót követően este 6:30-tól lépnek pályára a nyíregyháziak a Budapest Honvéd ellen. Szombaton délután 13:30-kor rendezik meg a bronzmérkőzést, majd 4 órakor a döntővel és az azt követő eredményhirdetéssel zárul a Sitku Ernő emléktorna.